A koronázó dómban magyar nyelvű szentmisével emlékeztek meg az államalapításról és Szent István királyról a pozsonyi magyarok. A Szent Márton székesegyház teljesen megtelt hívőkkel, hiszen ez az egyetlen alkalom az évben, amikor itt magyar nyelvű szentmisét mutatnak be. Varti kurta szoknya, és azért vettem föl, mert ebben megyek a szentmisébe. A garammenti kurtaszoknyás hatfalú viselete mellett szőgyéni és jókai népviseletben is érkeztek hívők a pozsonyi ünnepi szentmisére. Azt mondták, a hőségben azért vállalták a meleg viseletet, hogy ezzel is szebbé tegyék az ünnepet. Ez a népviselet, ez ilyen jókai hagyományokból származik, tehát ez ilyen jókai népviselet. A tájegységük vagy településük viseletében érkező hívők mellett a cserkészek egyenruhában teljesítettek szolgálatot. Én már régebb óta kicserkész vagyok, de Nátának... most új vagyok. És miért vettétek föl ma, augusztus 20-án? Hát, mert szerintünk nekünk nincs népviseletünk, ezért legalább annyi tiszteletet adunk, hogy cserkész nyakkendőbe jövünk. Az 5 éve Pozsonyban szolgáló Molnár Tamás atya kezdeményezése volt, hogy az augusztus 20-i szentmiséket a lehető legnagyobb ünnepiességgel tartsák meg azért, hogy legyen egy szimbolikus központi hely, ahol együtt emlékezhetnek a felvidéki magyarok. Úgy is hirdettük meg ezt a mai ünnepet, hogy nem csak a helyiek, de akár a felvidék, akár pedig az anyaország egyes településeiről, akik ide eljönnek, hogy közösen velünk ünnepeljenek, át tudjuk élni, egymás számára ünnepé tudjuk tenni ezt a mai napot, és nem csak ma az ünnepen, de aztán majd a szürke, vagy nem is annyira szürke hétköznapokon is át tudjuk élni a nemzeti összetartozás fontosságát. A koronázó dóm kultikus helye a magyarságnak, hiszen 1563 és 1830 között 18 magyar királyt, királynét és királynőt koronáztak itt. A kulturális örökséggé nyilvánított templom ezért máig szimbolikus helyszínnek számít. Ez a dátum, ez bennünket köt az anyaországhoz, ez a mi ünnepünk, és a valamikori háromnyelvű Pozsonyban végre, most már pár éve, Szent István napján, tehát augusztus 20-án lehet magyar nyelvű szentmise a koronázó templomban, és én ezt úgy tartom, hogy ez a pozsonyi és környékbeli magyarok találkozója, és együtt ünneplése a mai eseménynek. A szentmisére viszont nem csak a pozsonyi magyarok érkeztek, hanem zarándokok jöttek Magyarországról, a Csallóközből és a Garammentéről is. Mindenki nagyon szívesen jött Bénybről egy egész autóbusszal azért, hogy részt vegyen a szentmisén, mert ez, azt hiszem mindannyiunk számára ez egy nagy lelki föltöltődés a mai augusztus 20-ai ünnepség. István király ünnepe, a kenyér ünnepe és az állami alapítás ünnepe is egyben. A lelki pásztor prédikációjában a magyarok összetartozásának fontosságáról és erejéről beszélt. Azt mondta, a nemzetiség megtartása mellett azonban az is fontos, hogy imádkozó nép a magyar. Egy templom falai között gyűltünk most össze, mert hát magyarságunktól elválaszthatatlan kéne, hogy legyen a kereszténység. Fönazonosságunk meghatározásában, nemzeti hovatartozásunknál nem lehet kevésbé fontos a hitünkhöz való hűséges ragaszkodásunk sem. A szentmise részeként a hívők adományait helyezték el az oltárnál. Jelképesen ezzel adtak hálát a sikeres aratásért, és az Úr áldását kérték az őszi betakarításra.